Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Roppanós palack. A következő kísérletben a légnyomást szemléltetjük. Vegyünk egy üres, üdítős palackot, melyet befogtunk egy fogóba, majd töltsünk bele körülbelül 15 ml vizet. Ezután gyújtsuk meg a gázt, és forraljuk fel a palackot. Forralás közben keletkező vízgőz kinyomta a száraz levegőt a palackból, és miután befordítottuk a hideg vízbe, szájállal lefelé a palackot, a vízgőz lecsapódott, a helyén keletkező vákum miatt a külső levegő összeroppantotta a palackot. Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!